Sziasztok, srácok, lányok, itt Zsomác, köszöntök mindenkit egy újabb videóban, és az a helyzet, hogy mint láthatjátok, ma Kárllal fogok játszani, ugyanis tegnap sikerült unlockolni őt a ládéntós videóban. Ha azt nem láttad, akkor mindenféleképpen csakold le, valamint jelentkezz a nyereményjátékba is, ha nem tetted még. Viszont mielőtt nagyon belevetnénk magunkat itt ebbe a videóba, szeretnétek egy dologról beszélni, amiről már beszéltem párszor, de szeretnék említést tenni az Eneba.com-ról, akik a mai videó szponzorai. És mint ebben a rövidke kis videóban láthattátok, ez egy olyan honlap, ahol játékokat lehet vásárolni, van ez a kód ZSOMAC, ezzel tudtok igazából regisztrálni olcsóbban, és játékokat vásárolni még olcsóbban, ugye az olyan oldal, mint a G2-val talán ez lehetne hasonlítani, itt olcsóbban lehet játékok kódokat vásárolni, amiket be tudtok váltani Steam-en, Origin-en, bárhol. Azt hiszem konzolra is vannak játékok, és ezen a hétvégén nagy leárazásaik vannak, hétvégent általában mindig vannak, úgyhogy mindenféleképpen csekkoljátok le az oldalokat, ha szeretnétek olcsóban játékokat venni. Úgyhogy csekkoljátok le őket mindenféleképpen, ott lesz az összes link a leírásba, az ingyenes bónuszom az első vásárlásnál él, valamint jövő héten lesz egy kis nyereményjáték velük. Egy egyetemben, mármint hogy velük közösen egy ilyen kis nyereményjáték lesz. Mindenféleképpen csekkoljátok le az oldalat, ha szeretnétek olcsóbban játékokat vásárolni. Úgyhogy ennyi lett volna a kis szponzorblokk. Ugorjunk is vissza a játékhoz, és nézzük meg Kárllt, akivel még nem játszottam, mint látjuk, nulla kupánál vagyok. Most már egy 2,5 óra eltelt nagyjából, mióta kijött Kárll, szóval valószínűleg most már elég sok mindenkinek van meg. És első az egyik kedvenc showdown pályán van jelenleg a játékban, passzás. Úgyhogy meg fogjuk nézni Kárllal, akivel még életemben nem játszottam, szóval nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogyan fog menni ez a dolog. Úgyhogy nézzük meg. Valószínűleg mindenki Kárll lesz körülbelül, szóval érdekes lesz. Ó, Isten. És amúgy az érdekes, hogy berakták középre az ütés cuccát, mint ahogy kérték Redditen. És ez az úr, hogyha közel álltok a falhoz, akkor ugye hamar visszapattan, és sokkal gyorsabban tudtok támadni, és így már 2 power cube-ot összetudtunk. Mindenki Kárll! Megőrülés van! Úristen, úristen, mi történik? Nem, ott volt egy tara. Ez itt nagyon érdekes lesz! A ulti power! Nagyon jó! Meghalok. Ajjajjajj, hát mindenki Kárllal játszik, ez valami eszméletlen. Valami olyan karaktert kéne hozni, aki elég jól counterli, de hát ugye most lehet kipróbálni Kárllt, szóval nem hozhat mindenki. Hát nem hozhatok mást, nyilván Kárllal szeretnék játszani, de durva, azt mennyi doboz van középen. Szerintem rássunk középre konkrétan. Nem, itt egy bú, nagyon jó. Nézzétek meg, így nagyon gyorsan vissza lehet patintani az ütéseinket, és le tudunk szedni egy dobozt írtó gyorsan. Látszik, hogy már mások is mennek be középre. Woohoo! Beszedtük az összeset, már 60, 6 darab. Nagyon jó, és ugye át tudunk ütni vele a falon igazából, hogy ügyesek vagyunk. Piper, na az jó lehet ellenünk. Nem baj, leszedjük. Nagyon jó. 8, na ha ezt nem nyerjük meg, akkor semmit. Szia! 600, nagyon jó. Hát 10 van már. Na srácok, ezt meg kell nyerni. Ezt meg kell nyerni. Valahogy itt van valaki. No, látjátok, aki nem Kárll, az meghal konkrétan. Igen, top 5, top 5. Hát nem egy nagy autó a takkos. Hát haver, ezt nem tudom, mit gondoltál. Heal, heal, heal. Ez nem jó. Nem hiszem, hogy a harmadikként estünk, mind a ketten ránk jöttek. Áj, és a... Nem baj, nem baj. Még csak a másik meccsünk volt Kárllal, még bármi megtörténhet. Na, nyomassuk, nyomassuk. Nem csak nem csak showdown szeretnénk majd játszani, hanem olyan mást is. És megint ott van egy csomó doboz középen, úgyhogy szerintem berásolunk egyből. Ott egy spike. Mondjuk azért adtam volna valami olyan mérkőzés, amikor csak Kárll van.
Mert ugye őt azért nem annyira durván nehéz unlockolni. Nagyon jó. Nem sebez keveset, mondjuk nekem már power level 6-os. Nagyon jó, meg lesz két doboz. Még kettő. Nice, és akkor ezt, erről pedig gyorsan le tudjuk pattintani, így. Óvatosnak kell lennünk, mert hát 1v1-ben nem rossz amúgy, tehát hogy mint láthatjuk egyáltalán nem rossz 1v1-ben, csak hogyha sokan körbe kerítenek, abból baj lehet. Szia, 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 Mizu. Baj, nekem van több. Szia! Nagyon jó, megint 10 van, na most kicsit híleljünk. Nem volt kell, ez okozta a vesztünket. Hát, mit szeretnél, Pam? Hello! Nagyon jó, 13 van. Na tuti valahol egy kár van, igen, egy egyes. Hát ha ezt benézted. Nagyon sokat sebzek. És bum! Felszatom. Easy, na! Végre nyertük egy mérkőzés kállal és 13 power cube és plusz 8 kupa. Na ezt már szeretem. Ezt már szeretem. Azt nem tudom jelenteni, hogy Kál milyen játékmódban lesz nagyon jó. Tehát, hogy ezt majd szerintem ki fog alakulni, de mint karakter nekem nagyon tetszik. Csak nem tudom, hogy melyik lesz az ő játék, mondja atya-gatya mennyi doboz van középen, arra ráfutunk tuti. Arra tuti ráfutunk, hát futunk, gurulunk, jó? Mert kerekeim vannak. Jó, 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 van négyünk. Nem kimenünk, sorry. Mindjárt van ultink, szuperünk. Amúgy elárulja, hogy ez hol van, a... milyen hova megy vissza. Tehát, hogy azért óvatosan kell használni ezt. Szia! Benézted, barátom. Ne! Pedig már pont nyomta volna el! Hát igen, mondjuk... ez így érdekes, mert mindenki Kállal van konkrétan, tehát hogy... ez így nem annyira tudjuk megnézni, hogy melyik karakterek ellen a legjobb Kál, majd másik játékmódban. Szerintem nyerek még egyet showdownban, és akkor megyünk másik játékmódot, amit látjuk mindenki Kált hoz. De alapjáton nagyon tetszik a karakter, és most végre nincs középen olyan sok doboz. Ez amúgy jó. Hát haver. Ezt benézted. Barátom, de legalábbis senki nem tud sok erősebb lenni. És ez nagyon tetszik, hogy a falról visszapattan, és így a fal melletti dobozokat gyorsan be tudjuk szedni. Ez egy nagyon érdekes koncepció, azt kell mondjam, amit ki lehet használni. Jó, jó, ezt beszedtük. Futunk, 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 van 5 darab. Az ultinkat is egész szépen feltöltöttük. Szerintem maradjunk itt lent, talán ezt a Pennyt öljük meg. Így. Vagy ezt a kárt. Ne laggolj! Aha, bekerítették. Sorry. Na most híleljünk, híleljünk, híleljünk. Jó, fel kéne tölteni a szuperinket. Jó, 1v1 van. Most gyenge lehet a srác. Akkor kéne lerohamozni. Az nem jó. Hogy lett ilyen ulti ilyen gyorsan, és ez az, ott van, baby! Ott van, nagyon jó. Kicsit feltöltöttük a HP-nkat és megöltük. Na, és mint ahogy ígértem, egy jobb showdown mérkőzés után, jobb, I mean első hely után, pedig meg fogom nézni, hogy más játékmódokban is milyen ugye kell. Úgyhogy, na 5600, megvan íz, és 3 darab dobozt is kaptunk, nagyon jó. Hát, hogy nyitunk Kálhoz valamit. Igen. Nagyon jó, és akkor nézzük meg mondjuk Gem Grab-ben. Látjuk, na most ugrik a majom a vízbe, hogy mi lesz itt mondjuk egy Gem Grab mérkőzésen. Nagyon kíváncsi, és természetesen van Kál az enemy teamben, hát persze, ez egyértelmű. Viszont én valószínűleg erősebb, nem tudom, miről jöjjük össze. Szóval valószínűleg én erősebb vagyok azért, mint ő, mert én Power Level 6 vagyok. Nagyon jó. Áj, gyerünk, zsinold meg, ölj meg, ölj meg, ölj meg! No! Brock, gyerünk! Bízok benned! Ez az, 7, 9. Ott van, Brock, OP! Gyerünk! Brock! Nagyon szép! Én meghalok. Ó, elnézte, elnézte. De a Brockot kell megölni mindenféleképpen.
Easy, azért a csapattársaim MVP-k voltak. Na velük játszani még szélesen mérkőzést, hogyha ők is akarják. Ez jó volt. Ám egy kicsit több kupánál vannak, mint én, és egyikük sem akar velem játszani. Ez nagyon szomorú, ez nagyon szomorú. Na mindegy, nyomjuk a gamegrevet, aztán megnézzük a többi játékmódba is, hogy ilyenek Carl, nem tudom. Érdekesnek tűnik, az biztos. És ismét van Carl az enemy teamben. Meglátjuk, hogy mire vagyunk elegek. Szia! Oh, ez az internet, ezzel valamit kéne kezdenem. Én fogok győzni, mert én nagyobb szintű vagyok. Ne, és 49 HP-je maradt annak a pónak. Ne, és a Leon megölte pont, és a Crow is meghalt. Srácok, mit csináltok? Nem szabadott volna hagyni, hogy... Istenem, az a bó. Meghalok. Nem hiszem, hogy 9-ük van. 9, ez nagyon rossz. Nagyon jó bó. Nekünk már 6, jó. Ez itt tetszik. 7. Nagyon jó, nem hagyjuk. Esélytelen, ezt el fogjuk veszíteni. A másik bokorban van. Ja, nem ott van a kár, és nála van 13. Ilyet kell tanulni. Nagyon lassú most a matchmaking, ez furcsa nekem amúgy. Lehet túl sok a kár, és nehéz találni olyan valakit, aki nem kár, és ezért dob be ilyen sok kopásokat. Amúgy esküszöm, simán lehet. Tényleg, tuti lesz még nek kár az a nem teambe. Nagyon érdekes, Mortis tarával, velem pedig Mortis Bo. Bo, gyerünk, halóban megy a meccs. Ott a Mortis, ott van. Oh, baby! Adgem. Mit csinál ez a Mortis? Meghal. Á, és beaktivált két bombát. Die Mortis, nagyon jó. Ne! Felül el akartam vele tudni, hogy ilyen 200 IQ lett volna, és 10-et összeszedett a králjuk. Ne! Nem szabad így veszítenünk. Ne! Istenem, pedig... A zsebünkbe volt. Ismét van Carl. Piper, na ez nagyon jó. Arra a pályára nagyon jó tud lenni, ha tud lőni. Dupla pörgés, Mizu! Mizu! Túléltük, nem tudom, hogy élek még őszintén szólva. Jó, megnyerjük! Easy! Dupla ulti! Ez már tetszik! És ki a StarPL? Ez a beszéd, na ez tetszik. Hát szerintem nem gamegrab ez az ő játékmódja. Úgyhogy szerintem nézek egy bounty-t, talán most az van. Nem, haste, bocsánat, haste. Haste, nem tudom, az sem annyira tűnik. Carlhoz élőnek, de azért nézzük meg. Én azt mondom. Ismét van Carl, ez egy Piper és Bali a csapattársaink. Nagyon jó, nekem tetszik. Meglátjuk, hogy mire fogunk érni. Hello. Piper azt vágott, hogy nem szabad közel menned. Nagyon jó. Balit elkapjuk. Kapjuk pár el! Nagyon jó, és van ultink is. Hú, kevés élete van a szépünknek. Easy! Várunk, ilyen visszapattanóson kell. Ájj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 
tudjuk szedni.
I mean, hogy nem kell átmennünk. Egyébként srácok, szoktam Brawl Stars streamelni ilyen heti kétszer körülbelül biztosan Twitch-en, szóval a következő streamekben, mint mondjuk a tegnapiban, és mindenféleképpen Kárlal fogok játszani, szóval kövess be Twitch-en, hogyha nem szeretnél lebaradni, amikor Kárlal játszok, az egy nagyon érdekes matchup lesz. Most az enemy teamben van a pálya, pár én már előre félek. Tudom, az oldalon fog jönni. Már itt Kárl jön. Én itt sem vagyok. Hehe. Ott sebzem a széfet, nagyon jó. Nagyon jó. Ott sem vagyok és úgy sebzem a széfet. Meghalt a Piper is. Na most megyek rájuk, mert van ultim. Így visszapattanós. Gyerünk. Meghalok. Áj, nem baj, 37%-a egyedül legyengítettem konkrétan a széfét. Dána, meg te mit csinálsz? Igen, mi lenne, ha kijönnél onnan, haver? Csak úgy kérdezem. Hajj már meg, köszi! Ne! Csapattársaim semmit nem csinálnak konkrétan. Fogyi fagyik. Na most, meg lesz. 5%. Itt, ott van végre, úristen. El sem hiszem, hogy ezt megnyertük. Csapattársaim. Á, az elemik esküszöm jók voltak amúgy. Na menjünk még egy hész mérkőzést, én azt mondom, mert ebben nem volt annyira rossz, és utána pedig zárjuk le a videót, és szerintem azért az egész kis pacek videóra kész... Menjünk még egy hész mérkőzést, utána pedig zárjuk le a videót, mert szerintem ez egy elég pacek kis videó lesz, amiben Showdown, Gambrobet és hészet is játszottunk, szóval tök jó. És a matchmaking még mindig sokáig tart, mert mondom, valószínűleg mindenki Kárlt hoz, és nehéz találni olyan embereket, akik nem Kárlal játszanak. Szóval, értitek. Na mindegy, és megint van Kárl, tehát minden egyes alkalommal van Kárl az enemy teamben. Remélhetően most jobbak lesznek a csapattársaim, hogy szintén Bo és szintén Dynamike. Ja, Mortis. Uha, jól dodzsolja a dolgokat. Lágod, hogy nekem így visszapattana. Ez nem jó. Ez nem jó. Ezzel a Piperrel valamit kell kezdeni. Ne, 400 HP! Hát ez nagyon, nagyon rip. Nagyon jó. Ó, bár 72%-ig levitt a Dynamic a tornyán, tornyuk életét. Most élök. No way! Utás! Ja. Nagyon jó, HP-zódjunk. Hogy megy le a tornyunk élete? Nagyon jó.
Valaki ott van a tornyunkon. Ne! 1000 HP! Ne! És mekkor? 200 HP! Ne! Istenem, 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 nem, hogy... Igen, ott van, robbanj! Az, az, bó, yes, baby! Így kell csinálni, így kell. Na, ez egy jó team volt, na, ez végre egy jó team volt. Nos, hát 50 kupát sikerült elérnünk egy videó alatt, azt szerintem nem is annyira rossz, úgyhogy köszönöm szépen, hogy meg is velem tartottok, srácok, ne felejtsétek el az rmba.com-on regisztrálni, hogyha szeretnétek olcsó játékot, ott van az összes link a leírásban. Én köszöntöm szépen, hogy megnéztük ezt a videót. Holnap egy nagyon érdekes videó lesz, amit már nagyon várok, egy ilyen kis vlog per játék bemutató stílusú videó lesz, ami szerintem nagyon királyra sikerült, úgyhogy azt majd megláthatjátok vasárnap, úgyhogy köszönöm szépen, hogy ma is velem tartottatok. Ma nem lesz livestream, holnap lesz egy livestream a mobil addiknak a Twitch csatornát, én fogok vinni, úgyhogy köszönöm szépen, hogy ma is rendtartottatok, találkozunk holnap, sziasztok!